Lájkold te is a Szigetkősport Facebook oldalát! A műsor támogatta a Berger Transport Kft. A Borháló Mosonmagyaróvár, Húshegyi Anita ötvösmester, a Lajta Duna Építő és Vízszigetelő Kft. Sajtos Rudacska, a roppanós élvezet, valamint a Flex Fényhegesztés Technikai és Szerszámkereskedőház Kft. A műsor főtámogatója a Greiner Biovan Hungary Kft. A tavasszal 4 mérkőzéséből 2 megnyerő, 2 pedig döntetlent játszó Krédóbusz Mosonmagyaróvár a Gárdony együttesét fogadta. Jól kezdett a fekete mezes MTE, amely már a 2. percben megszerezte a vezetést. Szabó Zsolt iramodott meg a bal oldalon, majd Szalkához passzolt, aki 14 méterről higgadtan gurított a kapuba. A 25. percben az első lehetőségéből egyenlített a Gárdony, egy jobboldali akció végén Patócs 7 méterről fejelt Heinrich kapujába. Horváth Kevin jó ütemű passza után Szalka előtt adódott lehetőség, de kiszorított helyzetből kellett lőnie, így védett erdélyi. Az 59. percben Bakus indította remekül Szalkát, a jó formában lévő óvári támadó 16 méterről pazarul emelt a kapuba, így tavasszal az 5. mérkőzésén már az 5. gólját szerezte, összességében pedig 12 találatnál jár. Néhány perccel később megint Bakus indított, de ezúttal illés lövése nem talált kaput. A 65. percben egy védelmi megingást Patócs használt ki, aki lecsapott a szabad labdára és megint kiegyenlített. A 2. félidő derekán Bakos szabadrúgását erdélyi paskolta fölé. Újabb Bakos szabadrúgás következett, amit Cingráber fejelt a hálóba, de a gólt valamiért nem adta meg a játékvezető. Ez a vitatható ítélet végül azt jelentette, hogy a Krédóbusz Mosonmagyaróvár a BKV és az ETE2 után a Gárdony együttesével is döntetlent játszott. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, azt gondolom, hogy megfelelő tempomban játszottunk, teljesen uraltuk a mérkőzést, sikerült a vezetést is megszerezni, aztán egy figyelmetlenségből az első helyzetükből a gólt szereztek. Aztán igazából a 2. félidő nyomtuk, nyilván védekeztek, nagyon nehéz volt feltörni. Számunkra mindenképpen jó, mert idegenből elhozni egy ilyen erős csapat otthonából, az egy pont, az pozitív. A múltkori vereségünk, hazai vereség után, hogy akkor az első helyezettel játszottunk, föl kellett állnunk. Folytatás április 4-én a MOL Fehérvár FC 2. csapata ellen.